László Ágnes úgy fogalmazott, kampányprogramja egyik pontja a hősök tisztelete. Ez magában foglalja a huszár laktanya megmentését is. Úgy fogalmazott, sajnálattal tapasztalja, hogy ez az épület együttes az elmúlt években egyre rosszabb állapotba került. Szomorúan tapasztalom azt, amikor a fideszes kampány során azt mondják az ellenfeleink, hogy az ellenzék a pusztításra és a káoszra állt össze. Én megmondtam önöknek, hogy ez az igazi pusztítás. Amikor a városban a sporttelepek egymás után gombamódra nőnek ki, addig a történelmi emlékhelyeink az enyészet útjára léptek. Ez az épület együttes 200 ezer hadifogoly jajkiáltását őrzi, amelyet Jóyár György könyvében meg is írt. Arra a véleményre reagálva, mely szerint az ellenzék pusztít, azt is elmondta László Ágnes, hogy éppen egy ellenzéki képviselő Korondi Miklós javaslatára indult el évekkel ezelőtt egy folyamat az épület megmentésére. Ennek a folyamatnak az eredményeként 2016-ban ezt az épületet Gulág Guppi emlékhely néven történelmi emlékhelyként emelték ki. 2007-ben a kormány a költségvetésből több mint 500 millió forintot is el is különített annak érdekében, hogy megvalósuljanak az elképzelések. És egy olyan helyet lehessen létrehozni, ahol méltón emlékezhetnek a hősökre Cegléd lakói és bárki, aki eljön ide, hiszen jelenleg az interneten az emlékhely már létezik, mondta. Az elmúlt években a privatizáció során magánkézbe kerültek az épület részei, de elhanyagolták őket, fogalmazott László Ágnes. A szomorú az, mondta, hogy 2018-ban már állami tulajdonba kerültek ismét, és a ceglidi városvezetés legalapvetőbb állagmegóvási dolgokat sem végezte el, fogalmazott. Én arra kérem önöket, hogy amikor október 13-án elmennek szavazni, akkor ne az jusson eszükbe, hogy az ellenzék pusztító, hanem az, hogy igenis képesek vagyunk Cegléden olyan értéket teremteni, ami mindenki számára fontos. Ez a hely nem csak a hármas számú választókerületnek fontos, hanem fellendítené Cegléd gazdaságát és turizmusát egyaránt, és legfőképpen méltó helyet adna a megemlékezésekhez, fogalmazott László Ágnes.